A COVID miatt február közepére halasztották Tolnavárosi önkormányzatának rendesülését, ám fontos kérdésekben kellett döntést hozni, így rendkívüli testületi találkozón elsősorban fejlesztési kérdésekben szavaztak a képviselők. A legfontosabbak ezek közül a határidők lejárta miatt váltak sürgőssé. A városatyák több pályázati lehetőség kihasználásának kérdésében foglaltak állást. Ennek köszönhetően a belügyminisztérium pénzalapjából elnyert forrásból újulhat majd meg Tolna egyik legöregebb óvodája. Ma Selyemgyári óvodának a korszerűsítésére fogunk pályázni. Ez gyakorlatilag úgy tűnik, hogy ami ebbe a maximálisan pályázható támogatásba, illetve a város önerejébe, ez egy 60 millió forintos összeg, ebbe a nyilászárócsere, külső hőszigetelés, vakolás és a tetőcsere minden tartozékával bele fog férni. A Pesso Felágnes polgármester azt mondta, bár tudják, hogy a város úthálózatának korszerűsítése is kiemelkedően fontos lenne, és ebben a pályázati alapban ez is forrást kaphatott volna, ám a tolnaiaknak már van ezt a fejlesztési koncepciót támogató beadott pályázata. Folyamatban van nekünk egy elég nagyszabású útrekonstrukciós projektünk, ez az út a jövőben, aminél már lassan aláírom a kivitelezővel a szerződést, és remélem, hogyha jó idő lesz, akkor hamarosan el is tud kezdődni az utak, illetve a járda felújítása. A város többi gyermekintézményében már megtörténtek a korszerűsítési munkák, mondta Tolna a polgármestere. Ezzel a pályázattal az elmaradásokat is tudják pótolni.